hamis szervvonosságú vezetői engedélyt, valamint egy hamis szerv lakcímű kártyát készített. A hamis szerv vezetői engedély teljes hamisítványának feliratozása elmosódott. Ilyen és ehhez hasonló vádakat sorolhatott az ügyész a csütörtökön délelőtt folytatott 37 vádlottat érintő okirathamisítási perben. A vádirat lényege szerint egy 64 éves fülöpházi férfi és egy 54 éves tiszakécskei férfi vádlott 2014. szeptembere és 2015. májusa között megállapodtak abban, hogy anyagi ellenszolgáltatás fejében hamis szerb vezetői engedélyeket és lakcímkártyákat, valamint román állampolgárságú Magyarországon alkalmi munkavállalás céljából tartózkodó személyek és magyar állampolgárok részére különböző hamis okmányokat, bizonyítványokat és egyéb végzettséget igazoló dokumentumokat készítenek el. A hamis okmányok legyártásához a feltételezett hamisítók a megbízóktól eredeti okmánymásolatokat és fényképeket kértek el. A vádirat szerint a hamis okmányokat a másodrendű vádlott készítette el, aki vagy saját maga, vagy az elsőrendű vádlott közreműködésével juttatta el azokat a megrendelőknek. A mai napon a 33. rendű vádlott beismerő vallomásában ismét elismerte, hogy 400 ezer forintba kerültek hamis szerb okmányai. Az első és másodrendű vádlottak részére a megrendelők a hamis közokiratok elkészítésért közel 5 millió forintot és 2600 eurót fizettek. Az ügyben több vádlott is elismerte bűnösségét, amit ma a bíróság előtt is megerősítettek. Az ügyészség az első és másodrendű vádlottal szemben börtönben végrehajtandó szabadságvesztést, a 28. rendű vádlottal szemben pénzbüntetés kiszabását, míg a többi vádlottal szemben próbára bocsátás alkalmazását indítványozta.